Furcsa dologra lett figyelmes idén tavasszal egy külföldön élő nő. Először azt vette észre, hogy nem tud belépni a Facebook oldalára, majd onnan az ő nevében küldött valaki szitkozódó trágár üzeneteket jelenlegi párjának, illetve ő maga is kapott ilyen leveleket. Ekkor fordult a bonyhádi rendőrkapitánysághoz. A rendőrök kiderítették, hogy a nő volt párja áll az ügy mögött. A kollégáim az eljárás során számos bizonyítékot szereztek be, és megállapították, hogy a bűncselekmény elkövetésével egy nagymányoki férfi gyanúsítható, aki korábban a feljelentő élettársa volt. A nagymányoki férfi először feltörte a nő e-mail fiókját. Megváltoztatta a jelszót, és azon keresztül kért a Facebookhoz egy új jelszót. A férfi mindezt azért tette, hogy a volt barátnője nevében küldjön fenyegető üzeneteket a nőnek és új párjának. Így akarta elérni, hogy ne tudják beazonosítani a levél íróját. Ám a rendőrök gyorsan kiderítették, hogy ő áll az ügy mögött. Végül beismerő vallomást tett. Az elkövetőt több rendbeli információs rendszer vagy adat megsértése miatt vonják felelősségre, amiért akár 5 év börtönt is kaphat.